Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez, megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható a kulcs, és ez jelenti az ő magabiztos fellépését. Itt gondolatokról van szó, tehát ő tudja, hogy mit akar. Nyitott találkozásra, beszélgetésre, hiszen ezzel a kulccsal ki tud nyitni egy ajtót, és ezek a lehetőségek. Sőt, itt megjelenik a kulcs mellett a szerencse, tehát vannak jó ötletei, nyitott valami újat indítani, például egy vállalkozást, vagy lehet egy munkahelyi változás, lehet költözködés is, ami kettőtöket illet, ő nyitott arra, hogy beszéljetek a jövőről, tervezzetek együtt valamit. És az érzelmei, itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, vagy egy szép környezetet, és ő úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni. Számára fontos egy stabil párkapcsolat, és ő bízik ebben. Ez a horgony gyakran jelenti a munkát vagy a hivatást. Ebben az esetben a virágcsokor lehet egy kreatív tevékenység, egy jó ajánlat, itt látható a szerencse, tehát nyitott arra, hogy változások legyenek az életében, úgy különböző életterületen. Ez kihat a kapcsolatotokra, de kihat a munkájára, a hivatására is. Mit fog tenni? Itt ez a kígyó lehet a gyógyító erő, vagy lehetnek változások, megújulások, de gyakran ez a kígyó jelent egy nőt. És itt vannak a viták, a veszekedések, a félreértések. Vagy ez a nő megbántotta őt, és ő beszámol erről. Ez lehet egy kolléganő, lehet a főnöknő, lehet az ex-társnő, lehet valaki a családból. De ahogy én érzem, ez a hölgy a te környezetedben van, és vagy megbántott téged, és vannak félreértések, vagy ennek a nőnek az a szándéka, hogy téged megbántson. Mivel itt az ő közeledéséről van szó, ő átlátott ezeken a dolgokon, és figyelmeztet majd téged, hogy légy óvatos. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a park, ez utal a nyilvánosságra. Vagy összefuttok a nyilvánosságon, vagy lesz egy meghívás, vagy felvállal ő téged a nyilvánosságon, vagy megkapod az elismerést, hiszen feltekint rád. A kártya azt is jelentheti, hogy mások észrevesznek téged a nyilvánosságon, és ő fél attól, hogy te valakivel megismerkedsz, és ő elveszít téged. Az is lehet, hogy itt ez a kígyó, tehát ez a nő, valamit közölt vele, ami nem az igazság, hanem ez a hölgy hamis, hazudott neki, hogy te fellépsz a nyilvánosságon, az is lehet, hogy olyat mondott, hogy te találkozol valakivel, mert ez a hölgy szeretné azt, ha kettőtök között lenne ez a vita és veszekedés,
talán abban reménykedik, hogy szakítsatok egymással. Az a fontos, hogy ti ketten nyíltan beszéljetek ezekről a dolgokról is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!